A nagy tét és a párharc kiegyensúlyozottsága egyaránt meglátszott az első játszmában, ahol jobban kezdett a páv előre, de a vendégek átvették az irányítást. Már játszmalabdája is volt a Nyíregyházának, de belehibáztak a fontos labdamenetekbe, és ezt kihasználva 27-25-re a fehérváriak húzták be a játszmát. Nem sokan gondolták, de még ennél is izgalmasabb és hosszabb lett a második szett, amelyben sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd megint a Nyíregyháza húzott el. A fehérvári cserék azonban jól sikerültek, így 5 pontos hátrányból visszajött a MÁV. A játszma megnyeréséhez végül 27 pont kellett a nyírségieknek, akik ezzel kiegyenlítettek. Az előzőekhez képest simább lett a harmadik játszma, de ebben is volt fordulat, mert a fehérváriak 3 pontos hátrányból húztak el, és 25-20-as részsikerrel egy játszmányira kerültek az elődöntőtől. Innen pedig a hazai közönség biztatása közepette, nem is engedték el az esélyt. Az egyre jobban fáradó vendégekkel szemben energikus játékkal húztak el a negyedik játszmában, végül ez lett a legsimább. 25-18-ra hozták Dvoráczekék, ezzel 3-2-re megnyerték a negyed döntőt, és 4 közé jutottak a bajnokságban. Legutóbb ez 2010-ben sikerült a MÁV előrének. Szerintem a harmadik szett azért vízválasztó volt, hogy azt kinyeri, és kifordul tovább 2-1-re a negyedik szettre. És ezzel ellentettel mentünk tovább, ezt tudtuk tartani, talán a Nyíregyháza itt egy kicsit megrökönyödött, és játszottuk tovább a játékunkat, és nyerni tudtunk. Az elődöntőben a szezonban még veretlen, bajnoki címvédő Vasasvár a MÁV előrére.